Hölgyeim és Uraim, akkor kezdetét veszi a sajtótájékoztató és a Magyar Természetjáró Szövetségtől. Át is adom a szót Garancsi Istvánnak, aki megkezdi a tájékoztatót. Ebben? Köszönöm figyelmet. Tiszteltel köszöntöm a megjelenteket, de mivel ennyire barátságos a esemény jellege, gondolom megengedik, hogy én is leüljek, talán személyesebb lesz a dolog. Hosszú beszélgetésre készültem, de úgy gondoltam, hogy beszédet inkább átadom a szakembereknek. Mellettem ülnek hárman, dr. Sinkó Gabriella az MTSZ-nek a főtitkára, Tasi Márk a projekt szakmai felelőse, Környé Balázs pedig a projekt megvalósításának a koordinátora volt eddig, reméljük majd munkába is a későbbiekben be tudjuk vonni. Amit itt fognak látni ebben a szlájdban, az a szövetség által beadott 8 darab pályázatnak az összefoglalója, ami a országos kéktúráról szól, amiben nagyon nagy büszkeséget tudom elmondani, hogy be tudtuk vonni az erdőgazdaságokat és a civil szférának a képviselőit, és egy olyan konzorciumi helyzet jött létre, ami talán az elmúlt 30 évben Magyarországon nem volt. Azok az ellentétek, amik eddig akarva akaratul megvoltak, erdőgazdaság, nemzeti park, turista, vadászati társaságok között, az úgy néz ki, ezzel a projekttel egy teljesen más irányt vesznek. Itt szeretném megköszönni ténylegesen az összes erdőgazdaságnak a hozzáállását. Azokét is, akik ebben a projektben nem vettek részt, hiszen van két régió, ahol nem tudtunk pályázni, kiemelve az MFB-nek a hozzáállását, és mindazoknak a civileknek a segítségét, akik ezt a 8 darab pályázatot néha vért, verejtékkel, összeveszéssel, haraggal, háborúval létre tudtuk hozni. Elhoztam magammal egy könyvet is, és ebből idéznék egy mondatot, ez egy kislánynak a könyve, aki egy szakmai munkaként csinálta meg, és ő azt mondta erről a turótvonalról, hogy miért a kék, azért, mert 1128 km hosszú, és azt valaki megcsinálja, az már jelent valamit, és ő megcsinálta, és ez számára jelentett valamit, és büszkén tudja hordani azt a jelvényt, amit én nem tudok hordani, mert nem csináltam meg, és szerencséje olyan ennek a rendszer, hogy csak az hordhatja és viselti, aki megcsinálta. Nekem ez nagyon sokat jelent, és reménykedem abban, hogyha ez a projekt megvalósul, minél többen tudják átélni ezt az élményt, amit eddig közel 5000 ember átélt át azzal, hogy ezt a 172 darab pecsétet lepecsételte, és a pecsétlő füzetét behozta a szövetségbe, és ott pedig jóvá hagyták a bonyolult ellenőrzési folyamatok során. Át szeretném adni a szót a kollégáimnak, akik a prezentációt megtartják. Köszönöm, hogy eljöttek, és remélem, hogy sok kérdést tesztek majd fel a végén, és egy értelmes párbeszéd tud majd kialakulni erről a projektről. Szeretettel köszöntöm Önöket én is. Nem tudom, a sajtó képviselőjétől, vagy a sajtótól van itt valaki, aki képvisel bármilyen médiumot. Értem, jó. Csak már úgy készül, arcok leginkább ismerősek. Mi úgy készültünk, hogy olyanoknak prezentálunk, akik igazából nem ismerik ezt a projektet, és így aztán eléggé a kezdetektől indulunk, de nem leszek túl hosszú. Remélem, egy 10 perc alatt befejezzük a sajtótájékoztatónak azt a részét, ahol mi beszélünk, és aztán lehet majd kérdezni. Jó? Onnan szeretném kezdeni, hogy egy picit itt a fogalmakat szeretném tisztába tenni. Alapvetően, amikor erről a projektről beszélünk, akkor az országos kék túráról beszélünk. Ugye itt van a pólómon is a felirat, meg egy-két helyen már megjelentek ezek a reklámok, akár csak a fociba, és érdemes erre visszaemlékezni. Tehát az országos kék túra mit jelent, ugye, vagy mit akar? Ez Európa első hosszú távú turista útja volt Magyarországon. 1938-ban avatták fel, hogy itt a táblán is lehet látni. És lényegében azt kell róla tudni, hogy ez az írott körről indul, régebben még rövidebb volt, de mai állapota szerint az írott körről indul és Hollóházán fejeződik be. Ez egy összefüggő turista út. Kék túra jelzés egyébként az országban több helyen is van, nem mondom, hogy számos, de alapvetően ez a legismertebb. Az összes többi az kisebb szakasz
szokban, itt-ott előfordul az ország különböző területein, viszont a kék túra az egy olyan túraútvonal, hogy Írodkőnél elindulok, és hogyha tartósan vagy kitartóan gyaloglok, akkor előbb-utóbb eljutok Hollóházára, közben azért 1128 kilométert le kell gyalogolni. Tehát így indult a kék túra, amiből aztán egy jelvénygyűjtő mozgalom lett, amit először Lokomotív írt ki, így házon belül, és aztán átkerült a Magyar Természetjáró Szövetséghez. És hát így a 60-as évektől kezdve rengetegen teljesítették már a kék túrát. Az, aki regisztrálta magát, azoknak a száma is 5000 fölött van. Valaki többször is végigjárta ezt az úgynevezett országos kék túra szakaszt, az OKT-t. Illetve hát vannak olyanok, akik meg nem kértek jelvényt, meg nem regisztráltak, vagy többször végigjártak, de néha regisztráltak, néha nem. Tehát úgy gondoljuk, hogy sok ezer azoknak a száma, akik ezt az útvonalat már végigjárták így az életük során. És aztán hát az országos kék túra egyik legfontosabb ilyen népszerűsítő eseménye, ugye az a 1,5 millió lépés Magyarországon című film volt, ami Rockenbauer nevéhez fűződik. Rockenbauer Pál aztán, miután teljesítette vagy előadta a filmet, ugye a délnek indult, és úgy döntött, hogy szeretné még folytatni ezt a kék túrát, és megalapította a Rockenbauer Pálféle dél-dunántúli kék túrát, amit DDK-nak hívunk, majd aztán ezt kiegészítették az alföldi kék túrával, így aztán egy teljesen összefüggő 2500, kicsit több mint 2500 kilométeres kört képez ma a kék túra útvonala, tehát itt lehet látni a térképen. Külön színnel jelöltük az egyes szakaszokat, tehát a klasszikus szakasz az OKT, az országos kék túra az északon a sötétkékkel, jelöldik a dél-dunántúli kék túra az 540 km Dunántúl déli részén, és az alföldi pedig a második leghosszabb egybefüggő túra útvonalunk 850 km-ével, tehát ez a kék kör. És akkor nézzük, hogy a mi projektünk tulajdonképpen területileg mire terjed ki. Azt ezen a az ábrán lehet látni, vagy ezen a térképen. Itt kékkel rajzoltuk azt a szakaszt, amelyik, vagy azt a területet, és a kék körnek azt a szakaszát, amire a projektünk kiterjed, és pirossal vannak azok, amikre pedig nem. És hogy miért nem? Ugye a regionális operatív programok azokat a területeket fették le, amik kékkel voltak jelölve, és a piros területeken pedig nem voltak kiírva ilyen pályázatok, tehát arra nem tudtunk pályázni. De minden esetre ebből az EU-s forrásból 7 robot regionális operatív pályázatot nyertünk, illetve egy úgynevezett kiemelt pályázatot Észak-Magyarországon. Konzorciumi pályázat volt, 21 konzorciumi tag van és 52 együttműködő partner, és a projekt gazdája a Magyar Természetjáró Szövetség. Tehát lényegében ebben a projektben közel 2000 kilométer nyomvonalat tudunk fejleszteni a kék túra nyomvonalán, és hát nagyon fontos, hogy a projektben csak állami és önkormányzati területeken lehet végrehajtani fejlesztést. Ugye nagyon sok helyen a kék túra magánerdőkön megy, vagy magánterületeken megy keresztül. Hát minden egyes fejlesztési területnél nagyon szigorúan vették azt, hogy a tulajdonosi engedélyek meg minden mellékelve legyen, tehát ezt nagyon nehéz összeszedni a magánterületekről. És ez a táblázat mutatja, hogy a támogatott pályázatoknak a költségvetése körülbelül hogy oszlik meg. Rengeteg szám, nem akarom ezeket felolvasni. Az egyes projekteket lehet látni, a támogatás intenzitását, azért ez a kiemeltnél 100%, a többinél pedig 100% az erdészeteknek, erdőgazdaságoknak, illetve 95%-ban támogatott pedig az MTS, illetve a civil szervezetek részére. Hát lehet látni a végszámot, hogy ez egy 2,3 milliárd forint összértékű projekt, és ezen pedig az eloszlást mutatja az ábra, hogy az erdészetek kapták a 48%-át, az MTS 38%-a, civil szervezetek pedig 14% fölött diszponálnak. És nézzük, hogy a kék túra programnak mi a célja. Alapvetően az MTS azt tűzte az zászlójára, hogy szeretné, hogyha a Magyarországon a túrázók száma jelentősen növekedne a jövőben, színvonalasabb és jobb szolgáltatásokat kapnának.
És hát szeretnénk azt elérni ezzel a programmal, hogy a végén újra, vagy hát hogy elinduljanak az iskolák, bevonódjanak, elinduljanak ezek a vándortáborok a gyerekekkel, illetve a turisztikai mobilitást szeretnénk növelni, ami annyit jelent, hogy azon a helyen, ahova elmegy az utas vagy a túrázó, ott maradjon sokat és körbenézze ott a környéket és felfedezzen különféle útvonalakat, amihez természetesen mi információt szeretnénk neki adni, szolgáltatást akarunk adni. Abba hiszünk, hogy nagyon sokan azért nem indulnak el, mert nincs információjuk. Tehát nem tudják, hogy milyen jó helyekre lehet Magyarországon elkirándulni. Itt emeltem még ki. Igen, hát itt van ez az EU integráció, standardizálás, Europe Mobility, ugye ez pedig annyit tesz, hogy szeretnénk, ha ez a projekt egy olyan példaértékű projekt lehetne, és olyan standardek mentén tudnánk felmérni a területeket, táblázni, jelzéseket kirakni, amelyet aztán követhetnek a későbbi projektek, és ennek megfelelően ehhez kapcsolódva ezeket a standardeket felhasználva tudnának fejleszteni, hogy országos szinten egységesen jelenjenek meg ezek a táblázások, mondom, a jelölésrendszer, akár a felmérésrendszerről beszélünk. És akkor a program megvalósítását igazából egy négy részre lehet bontani, vagy csoportosítása a programban megvalósuló dolgoknak, négy részre osztható. Vannak az infrastruktúrális fejlesztések, ezeknek a nagy részét az erdészetek végzik, ugye erdészeti területeken történnek. Egy térinformatikai alapú weboldal, hát ilyen rendszert szeretnénk létrehozni, erről majd ugye beszélek egy kicsit bővebben is, illetve egy szolgáltató hálózatot szeretnénk kialakítani, és ezt folyamatosan fejleszteni. És a negyedik pedig marketinggel és kommunikációval szeretnénk népszerűsíteni, meg át a túrázást és a kék túrát is. És akkor nézzünk egy párat ezek közül. Az egyik talán leglátványosabb ilyen fejlesztésünk, infrastruktúrális fejlesztés lesz a Gajak tetői kilátónak a felújítása, a megerősítése, a maximális biztonság mellett ugye szeretnénk a felépítményt megerősíteni, egy kicsit magasítani, hogy át lehessen látni a lombkorona fölött, illetve még bivakhely is fog beleépülni, hogy ilyen csúnyán mondtam, elnézést. A további infrastruktúrális fejlesztéseket ezen a dián olvashatják. Ugye a kisebb útfelújítások, a kerékpáros alternatív nyomvonalak kijelölése szerepel a projektben, pihenőhelyeket szeretnénk felújítani, létesíteni, hidakat építeni, felújítani, forrásokat kitisztítani, tehát számos vagy számtalan fejlesztési területe van ennek a projektnek. És aztán a marketing tevékenység az mindig bonyolult, és nem olyan értek hozzá. Minden esetre hát azt szeretnénk, hogy az egész kék túra, aztán később a túrázás Magyarországon valamilyen egységes arculat mentén jelenjen meg térképeken, weboldalon, ilyen turista atlaszokba, könyvekbe, kiadványokba. És hát az egyik legkomolyabb tevékenységünk lesz majd már az MTS részéről, mert mondtam, az infrastruktúrát leginkább az erdészetek csinálják, az infrastruktúra fejlesztést, az pedig a webrendszernek a létrehozása. Hát itt most felhelyeztem azt a táblázatot, hogy hogy néz ki a weboldalaknak a kapcsolati struktúrája, nem túl érdekes táblázat, talán az a lényege, hogy középen van ez a természetjáró.hu az MTS-nek a honlapja, amin egy olyan térinformatikai bázison alapuló webfejlesztést szeretnénk eszközölni, amit hát most megpróbálok így egy kicsit elmagyarázni, úgy néz ki, mint a Google Maps, csak nem csak útvonalak, autós útvonalak vannak rajta, hanem turista útvonalak, illetve biciklis útvonalak, vagy hát ezt még később ki lehet egészíteni majd akár a lovas turizmusnak az útvonalaival, vagy nem tudom, aki amit szeretne. Ezeken az útvonalakon ugyanúgy, mint a Google Maps-en lehet tervezni, hát ki le lehet jelölni pontokat, és automatikusan is lehet tervezni, vagy saját magunk is tervezhetünk magunknak útvonalat, illetve hát a rendszerbe előre lesznek definiálva olyan termékek, amik lényegében programok vagy programcsomagok, útvonalak, amelyek között lehet válogatni, lehet őket szűrni, azt szerint, hogy milyen prioritásai vannak magának a túrázónak, tehát biciklizni szeretne, vagy gyalogolni, könnyű, nehéz, családdal, gyerekkel, vagy valami izmosabb túrára szeretne menni, egy napra, két napra, három napra, tehát azt szeretnénk, hogy
az ország összes útvonal előbb-utóbb be legyen ebbe téve, fel legyen ebbe töltve, és mindenki ezt használja az országban, aki szeretne túrát vagy valamilyen utazást tervezni magának. Ez most csak egy ilyen sematikus ábra, ezt otthon csináltam egyik ilyen pihenő időmben. Itt lehet rajta látni, hogy van egy nagyobb térkép, ugye, és akkor azon, hogyha böngészünk, akkor mellé a rendszer kilistázza azokat a termékajánlatokat, vagy túraútvonal ajánlatokat, amelyek a mi prioritásaink szerint vannak kiválogatva. Aztán nagyon fontos, hogy a projektnek 5 éves a fenntartási előírása, de igazából mi abban gondolkodunk, hogy nem 5 évre építünk, vagy hozunk létre dolgokat, hanem hosszú távra, és azt szeretnénk elérni, hogy aztán ez a rendszer, amit létrehozunk, ez önfenntartó legyen, úgymond, tehát el tudja tartani önmagát, és amikor a projekt lezárul és kivonul lényegében a fejlesztés mögül, akkor az MTS képes legyen arra, hogy ezt az egész fejlesztés működtetés akár továbbfejlessze. Azt gondoljuk, hogy ennek a projektnek a mentén megvalósuló fejlesztések és új szolgáltatások, ezek mindenkinek a közös érdekei, mondhatok társadalmi érdeket, országos érdeket. Azt szeretnénk, hogy mindenki egy kicsit magáénak érezze a kék túrát. Beszéltünk itt a kollégákkal arról, hogy van például a szlovénaknak egy olyan mondású, hogy aki az az igazi, vagy aki magát igazi hazafinak akarja érezni, az mássza meg a triglávot, vagy annak még ilyen mondások különböző országokban. Hát az túl szép lenne, azt mondhatnánk, hogy aki magát igazán magyarnak érzi, az járja végre egyszer legalább a kék túrát, de alapvetően ez lehetne egy olyan hazai termék, ami mindenkinek ugyanazt mondja, hogy én ezen végig gyaloglok egyszer, akkor egyrészt megismerem az országot, másrészt megismerem saját magamat is, mert ugye minden utazás egy belső utazás is egyben, de ezt most ebben nem megyek bele a témába. Tehát a sajtónak szeretném üzenni, hogy nekik is nagyon kiemelt a szerepük, nyilván tudják tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy itt készül valami, tudják informálni őket, népszerűsíteni is tudnak, illetve mozgósítani tudják az embereket, hogy jöjjenek és túrázzanak és mozduljanak meg minél többen. Én ennyit szerettem volna mondani, és átadom akkor a szót dr. Sinkó Gabriellának, aki az MTS-nek az igazgatója, és még a szövetségről szeretne egy pár szót mondani. Köszöntök mindenkit, és köszönöm elsősorban, hogy most már a hétvégéhez tartozó péntek délutánjukat velünk töltik, különösen azoknak, akik vidékről jöttek föl, és meg vissza is kell utazniuk. Hogy miért pont az MTS vállalta föl ezt a nagyévű feladatot? Elsősorban azért, mert az MTS kezeli a kék túrát, és azért, mert a kék túrán túlmutató projektről beszélünk, ahogy ezt már fel is vázolt itt az utolsó mondataiban. A kék túra fejlesztése sokkal több, mint maga a kék túra. A kék túra ugyan egy vezérhajója az egész természetjárásnak, ugye a szövetségnek is, de a szövetségnek más túrái is vannak, és a szövetség gondozza Magyarországon ezt a 22 ezer kilométer jelzett turista utat az erdészetekkel közösen, illetve a közös örökségünk ez, és a mindenkori természetjárók öröksége, hogy ez a szövetségé lehet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ügy, hogy ezt a kék túra projektet végigvigyük, mert egy olyan lendületet adunk az egész természetjárásnak és a szövetségi életnek és általában a túrázóknak Magyarországon, amihez ez a kék túra program egy olyan iránymutató, egy olyan segéd, pilot projekt lehet, mindenféle későbbi természetjáró turisztikai fejlesztéshez mintaértékű tud lenni. A szövetségünkről annyit kell tudni, hogy örököse a nagyjából 100 éve létrejött, 1913-ban alakult első magyar turisztikai szövetségnek, a Magyar Turista Szövetségnek. A legnagyobb civil szervezete a természetjárásnak, több száz tagszervezetünk van, akik több tízezer magánszemélytagot tömörítenek. Úgyhogy van egy komoly önkéntes bázisunk, akiket, ha jól mozgatunk, képesek lesznek arra, hogy fenntartsák majd az általunk létrehozott kék túrafejlesztéseket, illetve a kék túrafejlesztésen túlmutató egyéb fejlesztéseket is. És azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy
nagy önkéntes közös építkezés lehetőségét adja, akár a szövetség keretein belül, akár a szövetség keretein kívül. Itt néhány slágvortban felsoroltuk, hogy a szövetség mit tud, illetve mik a főbb jellemzői, de azt gondolom a legfőbb jellemzője a közösségi erő, amihez egy nagyon jó ügy, hogy egy, ugye ezt természetjárásban, a természetben tudjuk közösen művelni. Úgyhogy köszönöm szépen, ha valakinek a projekttel kapcsolatban még egyéb részletekben menő kérdése van, akkor kérjük, tegye fel. A nagyon részletes kérdéseket majd Környei Balázs tudja megválaszolni, minden egyéb általános kérdésre itt vagyunk, mi köszönjük. Szakaszokon, amelyek a projekt által érintett területeken, ott igen, ott azokon meg lesz a kerékpáros alternatív nyomvonalnak is a kijelölése. És akkor az azt jelenti, hogy szakaszonként már előtt is járhatnak az kerékpárosok, vagy ez csak majd egész évben? Nem az a célunk, hogy a turista út legyen kerékpáros út, hanem tehát gyakorlatilag most is kerékpárral járható utak vannak ezekben a régiókban. Itt nekünk az a célunk, hogy egy egyértelmű kék túra kerékpáros nyomvonalat jelöljünk ki. Tehát amit mi annak fogunk nevezni, hogy ez a kék túra kerékpáros nyomvonal. Igen. Tehát gyakorlatilag a projektnek a része, hogy az erdőgazdaságok meghatároztak már olyan szakaszokat, amelyeknek a kijelölése az megtörténik ebben az évben. Vannak olyan útvonalaink is, amik épített kerékpárutak lesznek, jobban a kerékpározásra kijelölt erdészeti utak, de valamilyen építési beavatkozással is lesznek olyanok, amit pusztán csak kijelölünk kerékpározásra, hiszen jó minőségű jelenleg is kerékpározásra alkalmas út. Folyamatos tájékoztatás lesz majd a projekt előre haladásáról, igen. Megúsztunk egy kérdéssel? Mielőtt elszaladnak, az lehet, hogy mindenki észrevett, amikor bejött, hogy itt egy BAM filmfesztivál valaminek gyakorlatilag a keretében rendeztük meg mi is ezt a sajtótájékoztatót, egy extrém sport túrafesztivál filmek fesztiválja ezt, úgyhogy aki igényt tart arra, hogy a 7 órakor kezdődő első vetítési blokkon részt vegyen, azt nagyon szívesen látják a szervezők. Nagyon érdekes filmek vannak egyébként ezen a BAM-fon, ha valaki korábban nem vett rajta részt, évekkel ezelőtt ezt rendszeresen megrendezték. Az országban most egy pár év kimaradt, úgyhogy a Barakának köszönhetően most újra van. Hogyha egyéb dolog nincs, egyéb kérdésük nincs, akkor én köszönöm szépen a részvételt. Ha mégis lenne egy igen, provokációra Peták úrnak lenne egy kérdése. Erdészetekkel konzorciumban valósítjuk meg a pályázatot, tehát ott már a munkamegosztás gyakorlatban. Hát itt gyakorlatilag már a gyakorlati munka is elkezdődött, mert azzal, hogy ugye a pályázatot már nekünk elő kellett készíteni, ott már ugye felosztottuk, hogy mely részeket hajtják végre az erdészetek, ugye a költség is úgy van szétosztva köztük. István, tehát nem akarom az erdészeteket itt tényleg előttük földig hajolni, pedig azt kellene, ha ők nincsenek, akkor az a típusú beruházási számhalmaz, amit ott láttatok, és az ahhoz kapcsolódó helyrajzi számok, objektumok és minden más, az már nem valósulhatna meg. Ez a projekt úgy épül föl, hogy ahhoz, hogy pingálni tudjunk, és a turista utakat tudjunk jelölni, fel kell mérni a nyomvonalat,
és a nyomvonalhoz meg kell határozni a műtárgyakat, amiket létre kell hozni, és ezek megvannak, és ez olyan módon a felmérve, amivel tud a szövetség is tervezni, plusz tudnak tervezni a erdőgazdaságok is, akkor jön az úti jelzésnek, magának a turista jelzéseknek a festésének a szakaszolása. Erre szerintem 6-8 hónapot kell várni, ha jól gondolom, körülbelül. Tehát ősz, inkább tavasz lesz az, amikor már hozzá tudunk ahhoz nyúlni, hogy a turista utaknak a festéséhez, a kéknek a festését is megcsináljuk. Ebben a projektben arra is van forrás, tehát magára a festés és a forrás. A tábla, persze, tehát nagyon, nagyon komoly mennyiségű forrás van a táblarendszerekre, kiemelt célja a svájci mintára újra táblázni a kéket. De még egyszer mondom, a könyvelési aggyal a legfontosabb dolog maga az analitika, tehát maga az út és az utolévő műtárgyak, mert az nincs meg, nem tudom mit táblázni. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy az első legfontosabb feladatunk az, hogy egyáltalán az országos kék körnek a nyomvonalát fölmérjük olyan pontossággal, hogy meg tudjuk mondani, hogy hol megy, hol érintünk állami területet, hol érintünk magánterületet, illetve azokat a nyomvonal korrekciókat meg kell csinálni, amit valamilyen érintett szereplő kér. Mert mondjuk egy olyan védett területet érintünk, ami nem kívánatos a turistáknak az átvezetése, vagy korlátozottan kívánatos a turisták átvezetése. Ezek most majd egy szakmai munka keretében fognak kialakulni, hogy hol vannak ezek a minimális nyomvonal korrekciók. Másik, hogy ahhoz, hogy ezt a fejlesztést végre tudjuk hajtani, annak csak az első fázisa volt az, hogy ezeket a projekteket, ezeket így célba juttattuk pályázati szinten. Egy nagyon komoly szakmai előkészítés volt már eddig is, ugye megtervezték azokat az objektumokat, az erdőgazdaságok, hogy hova milyen pihenőhelyeket, milyen kilátóhelyeket, hidakat fognak elhelyezni. Ezeknek a kivitelezése lesz ugye infrastruktúrális oldalon az erdőgazdaságoknak a feladata, és minden olyan szolgáltatási jellegű tevékenység, szolgáltatási hálózat kialakítása, táblázási rendszernek a kidolgozása, a jelzésfestés rendszerbe illesztése, a vállalkozói hálózatnak a hozzászervezése, ezek most indulhatnak el, ezek a folyamatok. Tehát, mire odáig eljutunk, hogy itt effektív, látványos beavatkozások láthatóak, azok hónapok múlva lesznek. Persze, átveszem a szót, az igazi látványos beavatkozás az interneten lesz, mert valamikor a nyár közepére meg lesz az a térkép a neten, ami ma nincs a szövetség birtokában, tehát a legpontosabb kék túra nyomvonal az a neten rendelkezésre fog állni. De magában az erdőben, tehát a turista szemmel való látvány, az valamikor vagy őszi vége, vagy következő nyár elejére lesz nagyon komoly szemletűnő változás. Hogyha nincs több kérdés, még azért egy pillanatra magamhoz ragadnám a szót, és szeretném megköszönni Veszelovszky Zsoltnak, aki a kartográfiának a vezetője, tulajdonosa, ilyesmi, hogy ezt a két gyönyörű térképet itt ajándékba nekünk adta. Azért fontos egyébként ez a momentum, mert ennek a projektnek, vagy inkább úgy mondom a túrázásnak, a turizmusnak, az MTS-nek, egyáltalán a kék túra és az összes túrosta útvonal fejlesztésének nagyon nagy szüksége lesz arra, hogy ilyen és ehhez hasonló segítségeket kapjunk, együttműködéseket kapjunk, partnerségeket tudjunk kialakítani, ami nyilván kölcsönösen előnyös, de tudni kell hozzá, hogy mi egy non-profit szervezet vagyunk, közhasznú non-profit, tehát nagyon, nagyon nagy szerepe lesz az ilyenfajta támogatásoknak, úgyhogy még egyszer köszönjük neki. Akkor most hivatalosan bezártam a sajtótájékoztatót, szóval jó fogyasztást és jó beszélgetést. Köszönjük, hogy eljöttek még egyszer.